Sziasztok, Jancsak Árpád vagyok az itfröccs.hu-ról. Itt van előttem a Xiaomi Yi Smart Dash Cam, vagyis autós menetrögzítő kamera, amit a VTEC Europe Kft. Valamint a newtech.eu webáruház jóvoltából kaptunk tesztre. Ők is forgalmazzák Magyarországon ezt a készüléket, többek között 12 hónap garanciával adják, a service hátterük elég jónak mondható, magánszemélyként is csak jót tudok mondani, több Xiaomi telefonunk kijelzőjét is cserélték törés miatt, úgyhogy csak jókat tudok elmondani. Kapunk egy jótállási jegyet, valamint egy magyar nyelvű leírást is, üzembehelyezési kezelési útmutatót is mellékelnek hozzá, ábrákkal, valamint a szoftveres résszel, a szoftveres applikáció bemutatásával együtt, de erre majd ki fogok térni a tesztben és a videóban. Van egy ilyen kis piros nyakkendő a dobozon, amit lehúzok, ezen is feltüntetve a Yi Smart Dash kamera felirat. Itt a Yi doboza egy szimpla fehér kartondobozban van, és a hátulján láthatjuk a specifikációját a készüléknek. 1296p Super HD felvételre képes, a maximum felbontás ezáltal 2300x1296 pixel lehetséges, vagy lehet 2,7-szoros grafikus kijelző van, ami dot matrixos TFT LCD-t takar 960x240-es pixellel. A videó felbontások a már említett 1296p, 1080p, 30 fps-sel és 60 fps-sel, valamint természetesen kisebb felbontások is elérhetők. Van benne beépített mikrofon, videó tömörítés az H.264, MP4 formátumban, a tárhely az pedig 8 és 64 GB közötti Class 10-es SD kártyával, micro SD kártyával bővíthető, pontosabban azzal használható, és akkor nézzük meg, hogy mi van még a dobozában, valamint hogy további videókban, hogy működik ez a kis menetrögzítő kamera. Hogyha leszedjük a doboz tetejét, akkor azonnal a kamera lencséjét fogjuk látni, és fel is van rajta tüntetve, hogy 165 fokos látószöggel rendelkezik, ami elég széles látószögnek számít. Szóval a leírásában akár 3 sávos betekintést is enged, vagyis menet közben 3 sávot lefedő látószöge lesz a készüléknek, amit ki is lehet használni, akár menet segítő vagy vezetés segítő alkalmazásokkal, illetve figyelmeztetésekkel. Ezt mindjárt megnézzük, ezt a kis kamerát nézzük még, mi van a dobozban. Itt a kamera alatt van egy ilyen kis szivacsos rész. Hogyha levesszük ezt a kis kartondobozt, akkor találunk alatta egy rövid kis bemutatót, valamint egy köszönő üzenetet, hogy köszönjük szépen, hogy a Yi-es kamerát választottuk. Van benne még gyárilag egy jótállásról szóló információ, valamint egy ilyen kis felhasználói útmutató több nyelven. Ugye a magyar nyelvűt azt a VTEC Europe Kft. Mellékeli a dobozhoz, de van itt mindenféle nyelv, német, angol, francia. Van két ilyen kis kartondoboz a szélén, pontosabban egy ilyen kis dobozrész. A közepén van egy elég hosszú USB kábelünk, ami egy micro USB kábel, és elég hosszú, szóval az autóban, akár a B-oszlopon láthatatlanul elvezethetjük ezt a kis kamerát, pontosabban a kábelt, amivel csatlakoztatjuk majd a szivargyújtóhoz. És ezáltal már el is árultam, hogy van a szivargyújtóhoz egy USB-s csatlakozónk is, ami így néz ki, 5 volt 1 amper,
van itt egy kis zacskóban még egy az üvegre ragasztható tartó a kamerához, ami elég könnyen mozgatható, dönthető, szóval olyan állapotba állíthatjuk be a kamera kijelzőjét, hogy bármilyen szögből látható legyen. És akkor ebben a másik kis kartondobozban, ha minden igaz, akkor semmi nincsen. Ennyi volt a dobozban. Nézzük meg, hogy bekapcsoláskor mit tud ez a kis kamera, hogy néz ki a kijelzője, a kezelése, valamint egy-két útközbeni felvételt is fogok vele készíteni. Full HD 30 FPS-sel, valamint 60 FPS-sel is. És meglátjuk, hogy mit tud. Az árához képest nagyon ígéretes kis készüléknek tűnik, szóval így látatlanba is talán kimerem jelenteni az arról olvasott és látott videók alapján is, hogy megéri az árát. Mindjárt meg is nézzük a menürendszerét, de egy kicsit körbe mutatom előtte még egyszer. A bal oldalán van egy micro USB csatlakozó és egy reset lehetőség, vagy reset gomb. A jobb oldalán van egy micro SD kártya, ami természetesen nem jár a csomaghoz. Az alján van egy kisebb méretű szellőzőrács, tetején van egy nagyobb méretű szellőzőrács és egy konzol csatlakozás. Itt van a 165 fokú vagy 165 fokos látószögű lencsénk az elején. Itt alatta van egy kis mikrofon. És akkor itt vannak a vezérlő gombjai, amivel egyrészt bekapcsolhatjuk, gyors felvételt készíthetünk, vagy visszanézhetjük a felvételeinket. Kapcsoljuk is be akkor ezt a kis készüléket. Bekapcsoláshoz csatlakoztatom a micro USB kábelt. Azonnal be is kapcsol a kis kameránk, kb. Egy másodpercen belül is el is kezdi azonnal a felvételt. Itt van a menügombunk, amivel belenézhetünk a menürendszerébe. Itt az első pont, ahol állíthatjuk a felbontásokat, 1296p 30 fps-sel az egyik lehetőség, a másik Full HD 30 fps és Full HD 60 fps, és itt a további gombokkal állíthatjuk a, például a mikrofont, ki és bekapcsolhatjuk, a G-szenzor érzékenységét állíthatjuk három állásba. Van ez az ADAS rendszer, ami személy szerint nekem nem vált be, mert túl sokat beszél. Angolul egyébként figyelmeztet a sávelhagyásra, valamint hogyha nagyon közel kerülök az előttem levő autóhoz. Szóval a követési távolságra is figyelmeztet, de sokszor feleslegesen szól. Itt ezt be is kikapcsolhatjuk, a Wi-Fi-t be is kikapcsolhatjuk. Valamint beállíthatjuk azt, hogy az LCD kijelző az bekapcsolva maradjon, vagy 1 perc után kikapcsoljon, vagy 5 perc után, vagy 10 perc után kapcsoljon ki, vagy pedig ne kapcsoljon ki. Én bekapcsolt állapotban használtam leginkább, ahogy ezt a cikkben is írom. Hát ez sokaknál lehet, hogy máshogy fog működni, hogy ki fogják kapcsolni egy perc után az LCD kijelzőt. Engem személy szerint sokszor azért zavarta a vezetésben, elvonta a figyelmemet, amikor be volt folyamatosan kapcsolva az LCD kijelző, de hát ezt mondom, mindenki majd kitapasztalja, hogy hogyan válik be. Itt az SD kártyát tudjuk formázni, idő és dátum beállítások, factory resetünk van, visszaáll gyári beállításokra, hogyha ezt a lehetőséget választjuk, és akkor itt van egy ilyen kis névjegy, amin megtaláljuk a készüléknek a széria számát, és a firmware verziót is, ami rajta van. Ennyi lenne röviden így kézbevéve ez a Yi Dashcam, vagy autós menetrögzítő kamera. Ez volt a menürendszere. Még készítettem pár menet közbeni felvételt többféle felbontásban. Elég jól muzsikál, vagy elég jól működik ez a
kis kamera, nekem nagyon megtetszett, ezért az árért, ami jelenleg a V-Tech-nél 25 000 forint bruttó, egy év garanciát kapunk magyarországi szervizzel, és elég jó minőségi felvételeket tudunk vele készíteni, szóval ez nekem nagyon bevált, több mint 3 hónapig használtam, úgyhogy megszerettem rendesen. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videónkat is, Jancsa Kárpád vagyok, sziasztok!